Szeptembertől már a megújult szakképzési rendben fognak indulni az osztályok a Szekszárdi Szakképzési Centrum vendéglátó szakközépiskolájában. Két fontos iskolatípus is megtalálható az intézményben. Egyrészről a szakképzőiskola, amit 3 év alatt lehet elvégezni, másrészről a technikum, ami 5 év alatt sajátítható el. A térségben nagy szerepe van a vendéglátás turizmusnak, és az ágazat egyre csak fejlődik. Tolna megye és Szekszárd város stratégiai tervei között kiemelten szerepel a vendéglátó és turizmus ágazati fejlesztés. Azt gondolom, hogy ha csak a borturizmusra vagy a fesztiválturizmus fejlesztésére gondolok, akkor mindenki érti, hogy miről beszélek. Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy a képzés egyik legfontosabb és legnagyobb előnye, hogy az innen kikerülő tanulóknak biztos munkahelyük lesz Szekszárdon és környékén. Azt gondolom, a szakképzés 4.0 stratégia egyik kiemelt prioritásának mi nagyon nagyban megfelelünk, hiszen keresletvezérelt képzés oldalról közelítjük meg a dolgokat. Olyan képzéseket indítunk, amire nagyon nagy igénye van a munkaerőpiacnak. A tanulók ösztöndíj programban vesznek részt, aminek alapjuttatása 8000 forint, de jó tanulmányi eredménnyel ez növelhető, illetve a gyakorlati idő alatt munkabéré emelkedik. Az iskola a megújulást szimbolizálva újra felveszi régi nevét, és a 2020-21-es tanévet már Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskolaként kezdi.